Április 7-én született meg az a kormányzati döntés Lázár János országgyűlési képviselőnk közbenjárásával, hogy Makóváros önkormányzata, mint megrendelő, elindíthatja egyik legnagyobb turisztikai attrakcióját, a Hagymatikum bővítésének kivitelezését. Ennek kezdetéhez több olyan előzetes egyeztetést lefolytattak, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a beruházást ténylegesen el tudják indítani. A lakosság szempontjából talán a legfőbb kérdés, hogy az építkezés időszakában a fürdő környezete, illetve az ottani utcákat érintő forgalmi rend hogyan fog megváltozni. Erre vonatkozóan kértük fel a rendőrkapitányság részéről a közlekedési főosztályvezető urat, hogy segítsen nekünk ennek kialakításában. Az ő útmutatásai szerint a kivitelező elkészítette magát a közlekedés rend változására vonatkozó tervdokumentációt, amely elfogadásra került mind a Makóna tervezőiroda, mind a kivitelező és természetesen a helyi közlekedés rendvédelem részéről is. A Makovec téren a Csanád vezértértől a társasházak előtti útszakaszon kétirányú forgalmi rend kerül bevezetésre. Az itt található parkolók egy része idéglenesen megszűnik, másik részük pedig áthelyezésre kerül. Az itt lakók otthonaikat a Glorius felől is megközelíthetik majd. A Teleki László utca, Szent János tér és Szép utca közötti szakaszát egyirányúsítják, csak a Tanúszoda felől lehetséges a behajtás és 30 km/h sebességkorlátozást is bevezetnek itt. A gyalogos forgalom itt szintén egy oldalra lesz szerelve. A Szent János téren a Tanúszoda oldalában a munkaterület lezárása miatt a gyalogos forgalom a páros oldalon lehetséges. Ami nagyon szorosan kapcsolódik hozzá, az a Szent János tér és a Vörösmarty utca közötti körforgalom, amely egy kicsit csonkolni fog, mint kvázi körforgalom. A Szent János tér felől történő haladás során a körforgalomból a kilépő ágat nem lehet használni, csak tovább egyenesen lehet menni, vagy a belépő ágon lehet a Teleki László utcát megközelíteni. Ha fordított irányból, tehát a Vörösmarty utca irányából, Martonics utca irányából haladunk, akkor a körforgalomból egy nagy ív, egy balra nagy ívbe tudunk bejutni a Teleki László utcára, illetve egyenesen tudunk tovább haladni a Szent János tér irányába. Összegezve tehát, aki a Szép utca felől szeretne majd a Széchenyi térre menni, az a Teleki László utcából a József Attila utcán keresztül tudja ezt megtenni. A közlekedési változásokról a lakosokat Pünkösd után levélben is értesíteni fogják, ebben részletesen le lesznek írva a lezárások, valamint a fürdőberuházásáról is készhez kapnak egy tájékoztatót. Emellett közlekedési táblák kihelyezésére és útburkolati jelek felfestésére is sor kerül, ezek segítik majd a könnyebb eligazodást. Farkas Éva Erzsébet polgármester továbbá azt is elmondta, az előző évekhez hasonlóan a nyári szezonban terveik szerint ismét megnyitják majd a Galambiskola tornapályáját parkolási célokra. A kivitelezési szerződés szerint a közel 10 milliárd forintos fürdőbővítés beruházási ideje 16 hónapot vesz igénybe.